Tehát ez egy elalakú épület, az interaktív központi épület, körülötte 62 járműre való parkoló, 20 kerékpárra való kerékpártároló. Böhm Tibor a Szekszárdi Tudásközpont kivitelezését végző ZAEV ZRT főmérnöke épp az új interaktív intézmény tervét mutatja stábunknak. A munkák már zajlanak, épp az alapozást készítik elő. A bruttó 3100 négyzetméter alapterületű létesítmény a Tolnai megyeszékhely volt laktanyájának helyére épül. A tetőterasz előtt van egy úgynevezett zöldtető, tehát nem szigetelés, hanem növényesített tető. Ez az épület egyik sajátossága. A másik, hogy a belső közösségi térben egy zöld fauna van, egy valódi élő fa lesz beültetve, és az lesz az épület egyik dísze. A könyvtári részben lesz egy 3000 méter hosszan elhelyezkedő polcrendszer, amit tömöríthető és elektronikával motorosan mozgatható. A nem mindennapi központot a Modern Városok program forrásaiból valósíthatják meg Szekszárdon. A beruházás előreláthatólag bruttó 7,7 milliárd forintba kerül, mely már a tartalékkeretet is tartalmazza. Az épület 60%-át a levéltár és a könyvtár foglalja majd el. A fennmaradó 40%-a a közösségi tér lesz, amit a legmodernebb eszközökkel szerelnek majd fel. Az épület sajátossága egy függönyfalas. Nem tudom, hogy ez Szekszárdon ilyen nagy épületek vannak-e függönyfalal ellátva. Ez közel 3000 négyzetméter faltól előrehúzott szerelt függönyfal, egy üvegpalota, egy rendkívül igényes szerelt homlokzattal. A főmérnök úgy nyilatkozott, az időjárással futnak versenyt, de eddig minden a tervek szerint halad. Az AIV ZRT már többször dolgozott a Tolnai megyeszékhelyen, a Babits Mihály Kulturális Központ és a Városi Piac átépítését is ők végezték. A Tudásközpont műszaki átadását 2023. áprilisára tervezik.